az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegeknek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vakkoldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt: hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak: bátorság, gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte: Mester, hogy lássak! Jézus erre így szólt hozzá: menj, a hited megmentett téged! Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Szóltak neki, hogy hallgasson. De el lehet hallgatatni azt, akinek Jézus az egyetlen, az utolsó reménye? Az elmúlt héten is az ima meghallgatásról beszélgettünk. Ott és akkor arról emlékedtünk, vajon okosan kérünk-e azt, amire valóban szükségünk van? Bartimeus esetében az igény, a vágy vitán felül áll. Mire is vágyhatna jobban a vak, mint látásra? Persze Bartimeus nem csak vak, hanem koldus is. Amikor tehát feladja a vakságot, feladja megélhetését is. Krisztus szabadságát a Jézusi szabadságot választja. Határozottan mondja, hogy lássak. E határozottságra Jézus is határozottan válaszol, késedelem nélkül. Bartimeus azonnal visszanyerte a látását. Marad egy kérdés. Mi merjük-e ugyanilyen határozottan? Kérjük-e, hogy megszabaduljunk a lelki vakságtól? Vállaljuk ennek kockázatát? Vagy azokra hallgatunk, akik ránk szólnak, ne kiabálj,